Ez egy videolaparoszkópia, egy kamera van a hasüregbe bevezetve, és azon keresztül látjuk a hasüregben az eszközöknek a végét, és úgy operálunk. Ez azért nagyon jó betegeknek is, az orvosoknak is, mert a gyorsabb gyógyulást egyértelműen lehetővé teszi, hiszen a nagy sebek, felvágott sebek gyógyulása az minimum 4-6 hét, ezek 1-7-10 nap alatt meggyógyuló sebek. Laparoszkópiás műtétekhez használható eszközöket is vásárolt a Hódmezővásárhelyi Makói Egészségügyi Ellátóközpont abból az adományból, amelyet a makói polgári bál szervezői ajánlottak fel az intézménynek. Cirbus Gábor, a bál főszervezője elmondta, 5. alkalommal tartották meg idén a rendezvényt, amelynek a szórakozás és kikapcsolódás mellett egy nemes üzenete is van. Igyekszünk mindig egy jó ügy mellé állni. Így volt ez az elmúlt esztendőkben is, hiszen volt úgy, hogy akár a makói mentőállomást támogattuk a bevételekből hasonlóan eszközbeszerzés formájában, de volt arra is példa, hogy például oktatási intézmények alapítványait támogattuk, művészeti iskolák alapítványát támogattuk, az idei esztendőben pedig a döntés, a szervezőbizottság döntése arra esett, hogy a makói kórháznak szeretnénk a bál bevételéből támogatást biztosítani. Hozzátette, a rendezvény előtt megkeresték a kórház vezetését, és arra kérték az intézményt, állítsanak össze egy listát azokról az eszközökről, amit a felajánlásból venni szeretnének. Dr. Kallai Árpád főigazgató elmondta, a választásuk a sebészetre esett. Egy olyan területről van szó, ami rendkívül nagy eszközigénnyel rendelkezik ahhoz, hogy professzionálisan a beteg biztonság maximális szem előtt tartása mellett tudják végezni a munkájukat, ezeknek az eszközöknek a megújítása az elengedhetetlen. Mint megtudtuk, a polgári bál résztvevői között nem csak makóiak vannak, a térségi településekről is sokan érkeznek, ezért a felajánláshoz is olyan célt választanak a szervezők, amely a környező települések lakosai számára is fontos. A makói kórház éppen ilyen, hiszen nagyon sok beteget látnak el. A friss adatok alapján ugye azért csökken az ellátandó beteg létszám, illetve a ide tartozó lakosság szám, de 40 ezer fölött van az ellátandó betegszám, lakosság szám, aki ide fordul hozzánk. A kórház vezetése szerint a makói intézmény életében óriási előrelépést jelent majd a mostani eszközbeszerzés. Dr. Kallai Árpád a kollégái és a betegek nevében is megköszönte a polgári bál résztvevőinek a nagylelkű felajánlást.